Átlag alatti volt a repce és az akác hozama is tavaly országos viszonylatban, de a nyírségi méhészek termése átlagos volt, nyilatkozta Hók József 35 perc című műsorunkban. A szakember úgy látja, a méztermelőket más problémák is sújtják, az ágazatot ugyanis ellepték az Európán kívülről érkező, méznek nem nevezhető termékek. A Magyarországon termel, de vagy akkor mondhatjuk, hogy itt a Szomszédos országokba termelt mézünk, vagy akár mézünk, nem a hazánkba, nem a közvetlen haza, a megtermelt ország hazájába, hanem a uniós piacon kerül értékesítésre. Magyarországon is nagyságrendileg a eh, hazánkban eladott és itt megtermelt mézek maximum 10-15%-ról beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy annyi marad itthon, a többi az menne hordósan, 99%-osan hordósan az unió piacára. Főként exportra termelünk, Igen. és ki vagyunk szolgáltatva az exportra. És ott sajnos a kínai, a kétes eredetű kínai, mert nem mondhatjuk azt egyáltalán, hogy minden kínai méz hamisítvány, de vannak azért kimutathatóan hamisítvány mézek. Hók József szerint nem csak az a probléma, hogy a fogyasztók egy részét nem zavarja, ha a hamisítvány kerül otthon az asztalra, hanem az is, hogy ezek a termékek vámmentesen érkeznek hazánkba az Európai Unión kívülről. A túl magas árunk is volt ez sajnos a 20-as, 20, 21-es kimagaslóan magas árunk, mert maga az ár miatt is biztos, hogy lesz, vagy valamennyit csökkent a fogyasztás az uniós országokba a hazai méznek amellett, hogy akkor még volt egy kis vám költsége a kínai méznek, vagy akár utána folytatnánk, hogy az ukrán méznek, ezek mind eltőlésre kerültek. Amikor ők vámmentesen minden nélkül tudják szállítani, mondjuk úgy, hogy olcsóbb, költsége, ö, olcsóbb szállítási költséggel, azzal nehéz versenyezni. A Magyarországon megtermelt méznek mindössze 10-15 a marad itthon, vagyis a termelők a termés döntő többségét a külföldi piacokon értékesítik. Hók József azt mondta, a vásárlói bizalom kialakítása érdekében fontos lenne, hogy minél pontosabban lehessen visszakövetni a boltok polcain lévő termékeket a termelőkig. Ennek érdekében a közelmúltban jogszabályváltoztatásokat is hozott a kormány. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy sikerült elmozdulni abba az irányba, vagyis hazánkban most már százszázalékosan, de az, e, az Unióba is, hogy feltüntetésre kerül majd a származási országok helyeként e, a százalékos formába a mézkeverékeknek a aránya. Magyarországon már csak így lehet, és bízunk benne, hogy az Unióba is a következő pár hónapban vagy közeljövőbe sikerül realizálnunk, hogy így kerül majd feltüntetésre. Hozzátette, 2024-től azt várják a méhészek, hogy növekszik a kereslet, és a keresleti piacon egyre tudatosabban vásárolnak majd mézet a fogyasztók.